A Makói Városi Televízió már korábban megegyezett arról, hogy a szentesi gyártású hetente jelentkező térségi magazin készítésében részt vesz. Ennek köszönhetően 4-5 makói anyag is bekerül abba a válogatásba, amely a megye életének meghatározó eseménye és a térség helyi televíziónak csatornáján kerül sugárzásra. A Szegedi Televízióval nyár óta tart az együttműködés, melynek keretében a szabadtéri játékok előadásairól láthattak beharangozókat, ehhez kapcsolódóan pedig a társalgóban eljátszott jegyekkel el is juthattak nézőink egy-egy produkcióra. Újdonságként keddenként jelentkezik a Makói TV-n a szegedi gyártású Pikket című sportmagazin. Már a gyakorlatban eddig is jól működött, azonban írásban még nem volt lefektetve a Hódmezővásárhelyi Televízióval történő közös megállapodás. A híradónkban napi szinten vágóképeket cserélünk, egy-egy olyan hódmezővásárhelyi esemény, amelyre érdemes lehet a makóiaknak és a kistérségieknek ellátogatni. Például legutóbb az őszi tárlatot mutattuk be Társalgó című magazinunkban. És ezért nem kellett a mi kis szűk stábunknak elmenni, és a kapacitásainkat ez irányba mozgósítani, hiszen erre nem is lenne lehetőségünk. Éppen ezért megkaptuk ezt az anyagot, és megmutattuk a makóiaknak, de fordított esetben is működik. A közös munka hozadékaként a jövőben hatékonyabban tudjuk az erőforrásokat megosztani, nem kell egy eseményen 2-3 forgatóstábnak jelen lenni. Rövid idő alatt internetes kapcsolaton keresztül a szerkesztőségek számára elérhetővé válik az információ. Eddig is volt már műsorcsere, tehát a makóiak ismerkedhettek már a Vásárhelyi Televízió által felvett anyagokkal, és ez fordítva is így van, tehát vannak olyan makói műsorvezetők, riporterek, akik már nem ismeretlenek a vásárhelyi nézőknek. Most pénteken pedig lesz egy olyan felvétel, amit már Vásárhelyen fogunk forgatni, és pénteken 6 órától a miniszterelnökséget vezető miniszterrel, Lázár Jánossal készített interjút Keresztúrinék és Istók tímja fogja vezetni. A stúdió vezetők abban is egyetértettek, hogy a helyi hírek továbbra is az elsődlegességet kell, hogy élvezzék, de mindenki célja az, hogy nézői számára egyre több és színesebb anyagot tudjon elkészíteni, ami a remények szerint együtt gondolkodva jobban megvalósulhat.